Megújult környezetben fogadta a Deac második csapatát a Sunshine Nyikse. Az NB2 keleti csoportjában szereplő Nyíregyházi Gárda a Bánki csarnokában játssza hazai meccseit, és az egyesület vezetői igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a körülmények folyamatosan javuljanak. A sportág fejlesztési program részeként elvégzett beruházásnak köszönhetően a szurkolók a korábbinál komfortosabb körülmények között nézhetik a mérkőzéseket. A mögöttem látható lelátó az, ami most teljesen új arculatot kapott, új korlátot, polikarbonát bevonatta a könnyebb átláthatóság kedvéért, ülőszékessé tettük, magasításokat végeztek el benne a szakemberek, és természetesen így könnyebb végignézni a mérkőzést, mint a korlátnak támaszkodva. Természetesen a tornaterem egy biztonsági kamera rendszert kapott, egyrészt biztonsági funkciót lát el, hiszen figyeli ugye biztonsági szempontból a különböző külső behatolásokat, ettől védi a termet, illetve az öltözők bejáratát figyeli, a folyosókat, valamint lehetőséget ad például, hogy streamen kiadjuk a mérkőzést magát majd a későbbiek során, és adott esetben közvetíteni tudjunk innen interneten online ugye mérkőzéseket. Reméljük erre egyre több lehetőségünk lesz majd. A Deac elleni találkozót a vendégek kezdték jobban, de az első negyed végén már a hazaiak vezettek 8 ponttal. A folytatásban folyamatosan 10 pont körüli volt a két csapat közötti különbség, végül a nyíregyháziak 12 pontos győzelmet arattak egy küzdelmes mérkőzésen. Azt tudtuk, hogy egy erős ellenfél, egy képzett ellenfél ellen kerülünk össze. Kintről nagyon jó kezű játékosok alkotják az ellenfelet, nagyon sok pont van az ellenfélben, ezt az eredmények is mutatják. Alapvetően arra készültünk, meg azt tudtuk, hogyha szoros aktív védekezéssel tudunk dolgozni, szorítunk a védekezésen, akkor van esélyünk a győzelemre, mert összképben azért a pontok nálunk is megvannak. Ez a meccs nagy részében sikerült, viszont 80 pont fölött kapni az nem igazán illdomos, és ez tette nehézzé a mérkőzést. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Ceglid vezeti 20 győzelemmel és egy vereséggel a 19-3-as mutatóval álló Szolnok előtt. A 18 győzelem mellett három vereséges számláló Sunshine Nyikse pénteken Békéscsabán lép pályára.